cserélni a bagolyfolyót? Nem, a rapacsini lányát. A Bartlebyt. Vagy az Álmos völgyet. Az jó, igen, lesz. Az jó. Hát jó. Élt egyszer itt a Keckirátségben, egy kis városkában egy krény nemű fiatal tanító. Termette maga is. Roppant ösztövér, keskeny vállakkal. Hosszú karral és lábszárral. Ez a krény szerelmes volt egy fiatal lányba. 18 esztendő, hangos szépségében virágzó lányka volt. Vegyes, mint egy töltött galamb. Éred, zamatos és piros kép, mint az apja gyümölcskertjében érő őszi barac. Igen ám, de Katrina kegyéért versengett egy másik fiatal ember is. Csontos brom! Nagy darab, harsány fickó. Szélesvállú, kissé darabos. De nem kellemetlen. Ripa Vinkl, mert megint itt lopod a lapot? Otthon meg létában áll a munka, meg kellene kapálni a földet. Hogy lesz így kukoricák meg burgonyák? A miénk az egész vidék legelátkozottabb darabka földje. Minden tönkre megy rajta, hiába teszek bármit. Most menjetek, gyerekek. Csókolom, Ripa. Ripa Vinkl, ne a szád járjon, hanem a kezed. Meg kéne gyomlálni, már ki se látszunk a gasztól. A szomszédok megszólnak érte. Érdekli is az őket. Engem érdekel, indulás, a kerítés is berogyott. Már megint? Még egy ilyen lusta hanyag ezen romlásba tönti a családját, megáll az embernek az eszem! Bácsi, tessék nekünk farintját csinálni. Jó napot, Fanvinkról segítenem a lapát vágni? Hogy kezdjem fenteregetni? Este várjunk tengeri hántani. Ott lesz. Tessék tovább mesélni az Álmos fölgyel. Új kőkerítés rakok, ugye segít? Persze, hogy lesz. Hasszikarászomban mit szedjek le? Leszakadt a kard, és amúgy a felrakja. Természetesen. Igaz, hogy a szellemek étvérkor jönnek? Szellemek nem léteznek. Hozzák a vegyesboltba egy kis kenyeret? Azonnal. Hogy kell kukatot szedni? Majd tanít, elmegyünk kukatot. Mi barátom? Akkor várhatom szerdán kapálni? Ott leszek. Akkor viszlát.